Semmelweis nap az egészségügyi dolgozókat köszöntötte a város a Flash központban. Változik az óvodák, bölcsödék nyitvatartása, nyári takarítás miatt 2,5 hétre bezárnak az intézmények. Megkezdődtek a nyári táborok a Fehérló közösségi házban, bütyköltek és táncoltak a gyerekek az első héten. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat a Flash központban június 30-án. Az idei évben is oklevelekkel, elismerésekkel jutalmazták az egészségügyben dolgozók munkáját. Az önkormányzat képviselő testülete ezúttal is döntött a város kiváló egészségügyi dolgozója díjak átadásáról, amit Darázs Andrea, Szincsák Sándorné és Hár Tiborné vehettek át. A Flash központban gyűltek össze a város egészségügyi dolgozói június 30-án, hogy Semmelweis nap alkalmából az önkormányzat köszöntse őket. Beszédet Árva István mondott, aki kiemelte, hosszú évek hagyománya, hogy az önkormányzat köszönti az egészségügyi dolgozókat, ezen pedig nem változtatott az sem, hogy a kórház fenntartása már nem tartozik a város feladatai közé. Az elmúlt 2 év sajátos helyzetet teremtett az önkormányzat a város és a kórház kapcsolatrendszerében. Szomorú, hogy megtörténhetett, és megtörténhet az, hogy a kórház léte, az alapvető egészségügyi szolgáltatások újraindítása, működtetése is attól függhet, hogy az ellátási terület egyik önkormányzata van-e olyan anyagi helyzetben, hogy támogatást tudjon nyújtani az intézménynek. Tudom, kérni sem könnyű ebben a helyzetben. A támogatás odaítélése is felelősséget jelent, de azt látom, hogy a kórház vezetése elkötelezett küzdeni a végsőkig. A polgármester hozzátette, több mint 1 éve, hogy az önkormányzat megszavazta az egyszeri 72 millió forintos támogatást a kórháznak, annak érdekében, hogy bizonyos osztályok újraindulhassanak. Az év elején aztán 90 millió, majd júniusban további 90 millió forintos támogatást nyújtottak a kórháznak. Árva István kiemelte, véleménye szerint térségi összefogással akár még nagyobb anyagi áldozat is meghozható lenne, ha valaki garantálna a Karolina Kórház rendelőintézet széles körül megmaradását. A köszöntőt követően a 2021. év kiváló egészségügyi dolgozódíjas Szunkhentrunk Ágnes mondott beszédet, aki Semmelweis Ignác életútját elevenítette fel. Mit üzen nekünk Semmelweis küzdelmes munkássága? Nem biztos, hogy minden úgy van jól, ahogy eddig csináltuk. Az igazság akkor is igazság, ha csak egy ember mondja ki, és akkor is, ha senki sem mondja ki. Írja Mórusz Tamás. További üzenete a szakmai fejlődés fontossága, hiszen oklevelünkkel, diplománkkal a tanulás nem zárul le, élethosszig tartó tanulás következik. Kiemelendő humanista magatartása, önzetlen segítségnyújtása. A beszédeket követően elsőként a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés kitüntetését adták át. A Győr-Moson-Sopron megye szolgálatáért díjat egészségügyi tagozatban 2022. évben Patai Péter néve vehette át. Moson-Magyaróvár város kiváló egészségügyi dolgozója díjat idén Darázs Andrea főnővér helyettes, Szincsák Sándorné körzeti ápoló, valamint Hár Tiborné védőnő vehették át. Életem legnagyobb elismerését kaptam, úgy érezem, én egy Semmelweis napi ünnepség nélküli napon kezdtem el dolgozni, 1993-ban, akkor még nem ünnepeltük munkaszüneti nappal a Semmelweis napot, és úgy érzem, hogy tényleg életem legnagyobb elismerése. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám és felterjesztette erre a díjra. Büszke vagyok rá. A kiváló egészségügyi dolgozó díjak átadását követően a 25, 30, valamint 40 éves egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező védőnőket köszöntötték. Az ünnepségen a Karolina Kórház intézményi jutalmainak átadására is sor került. A díjak átadását követően ünnepi műsort nézhettek meg a vendégek, amiben közreműködött Pályer Hajnalka, Pásztor Ádám, Alasztics Balázs és Major Tamás. A Semmelweis napi városi ünnepség teljes egészét július 9-én és 10-én televíziónk adásán is megnézhetik majd.
Változik az óvodák és bölcsödék nyitvatartása a nyáron. A Moson-Magyaróvári önkormányzat fenntartásában lévő intézmények az igény szerinti gyermekfelügyelet biztosítása mellett a nyári takarítás idejére intézményenként 2,5 hétre bezárnak. A pontos dátumokról és a zárvatartás idejéről bővebben a város honlapján tájékozódhatnak. Ismét földi szúnyogírtás kezdődött a városban június 30-ától. Július 3-án vasárnap, majd 4-én hétfőn is folytatják a gyérítést az időjárás függvényében. A szakemberek szerint a készítmény csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes. Mégis arra kérik a lakókat, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a kint szárított ruhákat a szúnyogírtás napján gyűjtsék össze, vagy takarják le. Idén is számos táborral várja a gyermekeket a Fehérló közösségi ház júniustól egészen augusztusig. A táborok sora a hagyományos bütykölő táborral vette kezdetét, ahol az idei évben a kézműveskedés mellett a táncé volt a főszerep. Precízen követik a sablon vonalát, majd különleges festékkel készül a tengerparti kép a fóliára. Mindez a Fehérló közösségi ház bütykölő táborában, amivel megnyitották az idei táborok sorát. A gyerekeket a héten várták a bütykölő táborba, ahol a kézműveskedés mellett a táncé volt a főszerep. Az idei évben is igyekeztek az egyhetes nappali tábor programjait úgy összeállítani, hogy a hosszú évekre visszanyúló hagyományos programok mellett új módszereket, anyagokat, eszközöket is kipróbáljanak a gyerekek. Így a koncentráció és a figyelem, valamint a finom motorikus mozgások kerültek a főszerepbe, de mindezek mellett a gyerekek jó hangulatban tölthették el az egyhetes tábort. A programokat a meleg is befolyásolta. Szerettem volna egy kis batikolást, meg gyertyamártást, de mindezt ebben az őrült melegben úgy gondolom, hogy nem csináljuk. Úgyhogy ehelyett többet festünk, a tengerek színes világát, a tengerpartok hangulatát próbáljuk meg felidézni, mindemellett ajándékokat készítünk a családtagoknak, illetve pici emléket magunknak. A bütykölő táborra 7 és 12 év közötti gyerekeket vártak, akik két csoportban vettek részt a kézműves és a táncos foglalkozásokon, amiket nagyon élveztek. Ami legjobb volt, az ez a ilyen festések, mert tök jól lehet megcsinálni. Meg az üvegfestés. Elmeséled nekem, hogy ezt a képet hogyan készítetted? Igen, úgy készítettem, hogy kaptam egy sablont a Kati nénitől, és azon alkoholos filccel körbe rajzoltam, és kifestettem. Táncokat tanultunk, ilyen pörgőseket, kendővel is tanultunk. Akkor nekem azért is tetszett, mert táncolhattunk, meg mindig játszhattunk. Nagyon tetszett az, ha üvegján festettünk ilyen dolgokat, és ilyen dísz volt a lakásban is, és hajtottunk is. Táncban meg az is volt a kedvencem, táncolhattunk, meg próbálunk, és játszottunk, és sok jó volt benne, meg az is, hogy mozizhattunk, és jó volt lenni. A Fehérló közösségi ház egészen augusztus végéig különböző táboroknak ad otthont, ezzel is segítve a szülőket a nyári szünidő ideje alatt. Egyes táborokra még lehet jelentkezni, ezekről bővebb információ a Fehérló közösségi ház honlapján található. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton egy hideg front éri el a térséget, egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, de csak kismértékben enyhül a forróság. Moson-Magyaróváron és a környéken 31 fokig melegszik a levegő. Vasárnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, 32 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Fülöp Tamás, újmisés pap, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Szomszédvár című műsor következik. Hétvégén a Szent László nap alkalmából tartott városi ünnepséget nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!